estét kívánok, szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. Önök a Nagykunsági Krónika című közéleti magazin műsorunkat látják. Kérem, tekintsék meg mai műsorajánlónkat. Kedves nézőink, készül a város a május 1-i majálisra témával kapcsolatban. Mai vendégünk az Aktuális Kérdések című heti magazin műsorunkban Szepesi Tibor, a Déréné Kulturális Központ igazgatója, a rendezvény szervezője. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Szepesi Tibor, a Déréné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár igazgatója és önkormányzati képviselő. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm a meghívást, üdvözlöm a televízió nézőket. Azért hívtuk ma meg egy stúdió interjúra, mert készül a város május 1-ére, ugye ez munkaszüneti nap, és programokat is szerveznek, általában a Déréné Kulturális Központ ékisze alatt valósulnak meg a május 1-i rendezvények. Mivel várják az idén a kilátogatókat? Egy picit részletesebben beszéljünk arról, hogy milyen programokat szerveztek az idénre. Köszönöm az érdeklődést. A hagyományos majálist próbáljuk egy picit visszavarázsolni az elmúlt évek hagyományai szerint Karcagra, a Városháza előtti térre. Ha egy kicsit vicces akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy eltakarítjuk a havat, és akkor kezdődik a május 1-e, de hát reméljük, hogy az időjárás is kegyeibe fogad bennünket, és mindazokat a színpadi produkciókat, elképzeléseket meg tudjuk valósítani a Városháza előtti téren. Egy picit szakítva a hagyományokkal, nem a reggeli és a délelőtti órákban kezdődik majd a program, már ami a majális és Városháza előtti részét illeti. Bár azért el kell mondanom, hogy az erdei futópályán és annak környékén a Kötöny népe íjász feszítő verseny kerül megrendezésre, tehát aki mégis úgy dönt, hogy korán kell és bekapcsolódik a május 1-i programokba, forgatakba, az mindenképp látogasson ki a ligetbe, az erdei tornapályára, és vegyen részt, ha csak nézőként is, az íj feszítő viadalon. Bocsánat, mi indokolta azt, hogy nem a reggeli órákban kezdődik az idén a program? Elsősorban az időjárás, másodszorban pedig az, hogy egy háromnapos hosszú hétvége harmadik napjára esik május 1-e, ezért úgy gondoltuk, hogy pihenjen kedvére mindenki, ne a reggeli picit fagyosabb időbe kezdődjenek a programok, a gyerekprogramok, kézműves foglalkozások, hanem egy picit a későbbi időpontba. Ezzel együtt ugye, mivel kirakodó vásár és büfé és birkafőzés is lesz majd ezen a napon és ebben a programban, így gyakorlatilag ebéddel indul a május 1-e, és akkor utána lehet a színpadi produkciókat gyakorlatilag megtekinteni, bekapcsolódni ezekbe a rendezvényekbe. Majd mindjárt beszélünk arról, hogy milyen produkciókkal várják majd a vendégeket, érdeklődőket. Talán kezdjük azzal, hogy ugye, ha ott lesz a Városház előtti téren, akkor ez gyakorlatilag a főteret valamilyen szinten érinti. Készülnek esetleg valami forgalomkorlátozásra, útlezárásra? Én azt gondolom, hogy mivel elsősorban a Városháza előtti közvetlen teret fogja gyakorlatilag a rendezvény érinteni, ezért nem szükséges semmiféle forgalom korlátozás, tehát egész nyugodtan a megszokott rendben lehet közlekedni, parkolni és megközelíteni a területet. Nem tervezzük ennek megfelelően semmiféle forgalom korlátozást. Ami a teret illeti, én úgy gondolom, hogy elférünk, próbáljuk majd úgy beosztani a területet, hogy mindenki megtalálja a kedvére valót, a póni lovaglástól egészen a légvárig, úgyhogy sok-sok mindennel várjuk az érdeklődőket. Kiket várnak elsősorban erre a rendezvényre? Mindenkit, családokat, időseket, fiatalokat, középkorosztályt, tehát mindenki, aki szeretne bekapcsolódni a programokba, egy kicsit jól érezni magát, kikapcsolódni. Úgy próbáltuk összeállítani a rendezvény folyamát is, hogy mindenki megtalálja a kedvére valót. És nem lesz éjszakában nyúló, hiszen másnap már munkanap van. Így van. Akkor most beszéljünk arról, hogy milyen programok lesznek. Gondolom színpad is lesz akkor felállítva téren.
Természetesen a szokásos helyén, ugye a Városháza bejárata elé állítjuk a színpadot, ezen lesznek a különböző színpadi produkciók. Ahogy mondtam, dél magasságában, pontosan 11 óra 30-kor kezdődnek ezek a programok egy rövid köszöntővel, és ahogy mondtam is, hogy rögtön az ebédidőbe kapcsolódunk be, tehát nóta műsorral kezdjük a programot, jó ebédhez szól a nóta, ahol Kolostyák Gyula és Kovács Marika nóta énekesek fognak. Reméljük, hogy ízletes és finom ebédek mellé nótacsokrot szolgáltatni. Ezt követően pedig egyfajta szórakoztató műsor, ami operettek és slágerek előadásából fog állni, a Sárai Band előadásában. Utána következnek a gyerekprogramok, a Dériné Kulturális Központ Dalma Dance csoportjai fognak bemutatkozni, ezt követi a gyerekeknek szóló Pompom Együttes előadása. Várunk minden kicsit, nagyot erre a, én azt gondolom, hogy egy nagyon színvonalas gyerekműsorra. Utána pedig már a különböző televíziós műsorokból jól ismert, Karcagon is köszöntöttük már többször Kocsis Tibort, aki a színpadon fog énekelni, ezt követően pedig egyfajta ilyen utca zenévé alakul át, hiszen az újra összeállt Karcagi History Zenekar fogja zárni a rendezvényt, egészen addig, amíg ott leszünk, amíg jól érezzük magunkat, ők fognak játszani a színpadon. De akkor nem lesz éjszakában nyúló a program. Terveink szerint ilyen 6 óra magasságában azért véget fog érni a rendezvény. Ahogy kicsit hűl majd az időjárás, én azt gondolom, hogy mindenki természetes majd a másnapi munkanapra is készülni fog, hiszen másnap már, ahogy beszéltünk róla, ugye munkanap, indul az iskola, és folytatódik a májusi élet, aztán majd jönnek az érettség, de hát nem akarom itt riogatni a diákokat, de hát nyilván ez az életrendje. És azért el kell még mondani, hogy a Kossuth téren ugye ügyességi kutya bemutató, Légvár várja a gyerekeket, és a plakátra nem került rá, de egyfajta meglepetésként a tiszaigari Dino Park is megjelenik majd, tehát egy ilyen kis Dino kereső show-val is várjuk a gyerekeket, de hát természetesen nem maradhat el egyfajta kunhagyományok nélkül a május 1-e, a Bengecseg Alapítvány kézműves foglalkozásai várják a fiatalokat, időseket, érdeklődőket, ki lehet próbálni a gyékényfonást, a lepénysütést és hát sok-sok minden mást. Azt mondta, hogy reméljük, hogy kegyes lesz hozzánk az időjárás, ugye most még nem lehet 100%-osan, sőt szerintem 60%-osan sem megmondani, hogy milyen is lesz majd május 1-én felettünk az égbolt. Mi fog akkor történni, hogyha esetleg nagyon hideg lesz, vagy eső lesz? Mi a forgatókönyvük mindenre? Igen, a tavasz a szeszélyes, és ahogy látjuk az idei évet, ez pedig különösen igaz erre az évre. Természetesen erre is készülni kell. A színpadi produkciókat ebben az esetben a Dériné Kulturális Központ színház termében fogjuk megtartani, illetve a Dériné különböző termeiben azokat a kézműves foglalkozásokat, ami elsősorban a fiatal korosztályt érinti. Akkor arra biztatunk minden kedves nézőt, hogy minél többen látogassanak majd el erre a rendezvényre. Akkor még egyszer, hány órakor kezdődik, hova kell menni? Május 1-e, Kossuth tér, 11 óra 30, és ahogy mondtam, ugye délelőtt pedig az IASZ verseny, és egy nagyon fontos program még kimaradt, igaz, hogy nem május 1-éhez május 1-én kerül ez a program lebonyolításra, hanem gyakorlatilag a május 1-ét megelőző éjszaka, ugye, és az este folyamán. Van egy hagyomány a május hagyomány, 1-éhez kapcsolódóan. Így van, a májusfa állítás, ami a fiatal legények, fiatal emberek programja elsősorban, de hát nyilván bárki bekapcsolódhat, azt gondolom, ebbe a programba is. Tavaly évben már nagy sikerrel sikerült ezt megrendeznünk, megtartanunk, meghirdetnünk, hiszen közel 40 csemete fa került kiosztásra. Most a csemetefát nyilván úgy kell érteni, hogy nem kiültetésre szolgáló csemetefa, hanem azokból az erdőkből, erdősávokból, ahol egyébként is egyfajta ritkítási folyamatot kell elvégezni, a Városgondnokság, illetve ebben az évben a NEFAG-nak a támogatásával is kerülnek kivágásra ilyen cserjék, kisebb fák. Most ezek a fák a május éjszakai hagyomány szerint ugye május fának kerülnek kiosztásra. Tehát arra biztatok mindenkit, aki májusfát szeretne állítani, hogy ne az utcai kiültetett csemetéket
törje, vágja ki, ne a más kertjéből vigye el ezeket a csemetéket, hanem jöjjön a városháza elé, április 30-án 9 és 10 óra között osztjuk ezeket a május fának este való... Este 9 és 10 este óra 9, között. Tehát 21 és 22 óra között osztjuk ezeket a május fának való cserjéket, hosszú ágokat, amit nyilván föl lehet majd díszíteni kinek-kinek kedve szerint szalagokkal, lufikkal, egyebekkel. Erről természetesen papírt adunk, hogy ő hivatalosan átvette egyfajta menetlevelet, hogy ő tudja ezt bizonyítani, hiszen a rendőrség is ilyenkor azért fokozottan ellenőrzi a májusfa állítókat az éjszaka folyamán, tehát ők hivatalosan, dokumentálva tudják majd állítani a csemetéiket. Nyilván ezzel együtt ápolva a hagyományt, de védve azért a környezetünket és a természetet is. Készülnek majd utána még egy nagy rendezvényre, ugye alig másfél hónap múlva kerül megrendezésre a Birka Főző Fesztivál. Soha nem húzta meg, ha nálunk jár, hogy rákérdezek arra, hogy hogy állnak a szervezéssel, lehet-e valami titkot, kulisszatitkot elmondani, kik lesznek a fellépők, hogy ez még mindig titkos? Annyira nem titkos, hiszen a szórólap elkészült, bár ahogy elkészült, rögtön az egyik zenekar vissza is mondta a fellépését technikai és egyéb okok miatt, tehát ezért nyilván változik még egy picit a menetrend. A legnagyobb zenekar az a Bagosi Brothers Company lesz, aki Magyarország egyik legnagyobb zenekara most, vagy legfelkapottabb zenekara. A Cseh Tamás programban, illetve a Petőfi Rádióban szinte naponta lehet hallani zenéjüket, dalaikat. Ők nyerték a tavalyi tehetségkutató megméretetést is, amit a Petőfi Rádió szervezett. Tehát én azt gondolom, hogy egy igazán friss zenekart és tehetséges zenekart köszönhetünk. Most, hogy kik lesznek még az egyéb fellépők, én azt gondolom, hogy változik. Természetes, hogy olyan neveket próbálunk idehozni Karcagra, a Birka Főző Fesztiválra, akik azért ismertek televízióból, különböző tehetségkutató műsorokból. És hát nyilván nem maradhat el a most már nagy sikerű éjszakai retrodiszkó sem, hiszen azt vettük észre az előző programok alatt, hogy igencsak sikeresek ezek a retrodiszkók, és most már ilyen óriási utcabál és tánc zárja gyakorlatilag a Birka Főző Fesztivál estéjét. Több helyszín lesz, több színpad lesz, ugye a Borudvarba is szervezünk különböző zenekarokat, tehát én azt gondolom, hogy itt is színes és változatos lesz a kavalkád. A nevezés elindult a Birka Főző Fesztiválra. Szeretném kérdezni, hogy 18-án ugye megnyílt az online, hogy állnak? Gyakorlatilag majdnem minden hely elkelt. Természetes, hogy aki egy picit később ébred, vagy úgy szerveződik össze a csapata, még azért talál helyet. Ha jól emlékszem, akkor a múlt héten még ilyen 28-30 szabad helyen rendelkeztünk. Biztos vagyok benne, hogy ez is el fog kelni. Szép lassan, ahogy közeledik az időpont, egyre többen fognak majd bekapcsolódni a nevezésbe és a főzésbe is, azt gondolom. Úgyhogy időarányosan véleményem szerint jól állunk, még azért várjuk az érdeklődőket természetesen. Köszönöm, hogy eljött hozzánk, és sikeres rendezvényt kívánunk május 1-ére, és a Birka Főző Fesztivállal kapcsolatban természetesen majd még visszavárjuk egy interjúra. Köszönöm, hogy itt szépen. Volt. Kedves nézőink, merre megköszönöm figyelmüket. Kedves nézőink, most az elmúlt napok fontosabb városi eseményeit összefoglaló karcagi híreink következnek. Köszöntöm nézőinket, Dobos László polgármester úrral beszélgetünk, hiszen a város egy sikeres pályázatnak köszönhetően foglalkoztatáson nyert pénzt. Mi is ez a pályázat pontosan? Hát egészen pontosan közfoglalkoztatást elősegítő iroda létrehozására nyertünk pénzt. A legegyszerűbben úgy tudnám elmagyarázni, hogy azt mindenki nagyon jól tudja, hogy a kormánynak egy alapvető szándéka, hogy minél több ember dolgozzon ebben az országban, és ez egy mindenképpen helyeselni való cél, hiszen a munka az önmagában is egy érték, értéket teremt, becsületet ad, jó az egyénnek, jó a helyi közösségnek, és jó az egész társadalomnak, az egész országnak. Ahhoz, hogy a lehető legtöbb embert
foglalkoztatni lehessen, ahhoz nyilvánvalóan sokféle képzés kell, egyáltalán meg kell őket találni, hiszen azok, akik nehezebben jutnak munkához, általában képzetlenebbek közül kerülnek ki, vagy a korban olyanok, vagy túl fiatalok, vagy pedig lenn már idősebbek. Na, ennek az irodának a létrehozása azt a cél szolgálja, hogy ezeket a jelenleg munkával nem rendelkező embereket sikerüljön begyűjteni, képzésben részesíteni őket, kiajánlani, tartani a kapcsolatot különböző vállalkozásokkal, vállalkozókkal, akiknek szükségük van munkaerőre, tehát a kereslet és kínálat piaci viszonyait szintbe kell hozni ezáltal, és így remélhetőleg nagyon-nagyon sok ember fog hasznos munkát találni a későbbiekben magának. Ebben a programban azért olyan képzésben résztvevők is bekapcsolódnak, akik most is képeznek, sőt benne lesz a foglalkoztatási központ is, tehát tudni fognak azokról az emberekről, akiket meg lehet találni. Ez pontosan így van, hiszen ez egy nagyon-nagyon sok lábon álló rendszer kell, hogy legyen, és kell egy adatbázis, hogy kik azok, akik egyáltalán most nem dolgoznak, nincsenek foglalkoztatva. Nyilvánvalóan azt is tudni kell, hogy mire van szükség, milyen szakmákra van szükség, esetleg, hogyha betanított munkásra van szükség egy vállalkozónak, az is nagyon-nagyon fontos adat. Tehát ezeket kell koordinálni, és ez a pályázat lehetővé tette azt, hogy egy irodát kialakítsunk itt a Városudvarban. Itt kell majd, és itt lehet megtalálni ezt az úgynevezett Paktum irodát, aminek már van is egy kinevezett munkatársa, egy nagyon jól képzett fiatal, aki kézben tartja ezeket a szálakat, és lehetőség szerint össze is köti, hogy mindenki jól járjon, és a munkavállalók a foglalkozásban a nem foglalkoztatottak munkát találjanak, a vállalkozók pedig munkaerőt találjanak. Reméljük, hogy sokan fel fogják keresni, és hiszen ez egy járási központú települést, 5 települést érint, tehát a Kaucag járás területét minden település bevonható lesz ebbe a paktumba. Ez is igaz, tehát ez nem csak Kaucagra vonatkozik, hanem ennek a programnak része a kaucagi járás mind az 5 települése, de a megyében is ez a helyi foglalkoztatási paktum tevékenységhez működik, úgyhogy az egész megyét átöleli, sőt az egész országot. Reméljük, hogy sikeres lesz, és itt sokan fognak olyan munkát találni, vagy olyan munkavállalót, aki az ő vállalkozásukat segíti. Ebben mindenképpen bízni kell, és tenni is kell érte, hiszen ez a legfontosabb. Azt nem lehet várni azoktól, mondjuk a kevésbé képzett emberektől, hogy ők majd saját maguk elballagnak egy-egy vállalkozóhoz. A vállalkozóknak is sokkal könnyebb lesz a dolgok, akkor, hogyha látják, hogy na, egy ilyen listából lehet választani, ilyen és ilyen képzésben részesülnek jó néhányan, tehát mindenkinek megkönnyíti a dolgát, és ez egy közös érdekünk. Tehát még egyszer mondom, az nagyon fontos, hogy mindenki a munkából tudjon megélni, a saját maga munkaerejét felhasználva. Remélem, hogy ez eredményes lesz és sikeres lesz, és akkor nem a segélyekért fognak sorbálni ezek az emberek, hanem saját becsületük érdekében is fognak tudni dolgozni. Köszönjük szépen, és hát ez az iroda és ez a paktum ezért fog dolgozni a következő 3 évben. Ez így van, és sok sikert kívánok az itteni munkatársnak, és szeretném megköszönni minden olyan kollégámnak, a munkaügyi központnak, a megyei vezetésnek, akik munkálkodnak ezen a nem könnyű programon, hiszen visszavezetni vagy bevezetni a munkavilágába bizonyos réteget nem könnyű feladat. Köszönjük szépen! Köszönöm a lehetőséget! Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a Kovács Mihály Általános Iskolai Tagintézményben, és Szótni Szűcsüli tanítónénivel beszélgettünk, mögöttünk pedig szép kis vízcseppeket rajzolnak a diákok, de mi is ez pontosan ez a mai nap?
Ez nem csak egynapos a Happy Hét, hanem több napból áll. Ezen a héten végig a víz népszerűsítéséről esett szó, tanórákon, tanórán kívüli tevékenységeken egyaránt, illetve különböző programokon vehettek részt a gyerekek. Ezek mind-mind a vízhez kapcsolódtak. Tehát akkor igazániból az a mai nap ennek a lezárása, amikor mindenki készít egy saját vízcseppet. Így van, illetve ebben az osztályban most a gyerekek, vannak más gyerekek más osztályokban, akik már ezt elkészítették, tehát minden alsó tagozatos gyermek túl van ezen a vízcsepp készítésen, sikeresen nagyon szép vízcseppek készültek. Igen, itt láttuk a folyosón az ebből leszállított plakátokat is, viszont láttunk vízi zsarokat is. Kik ők és mi volt a feladatuk? Minden nap két negyedik ás és két negyedik bés gyermek ellenőrizte azt, hogy a gyerekek vizet, ásványvizet vagy csapvizet fogyasszanak az üdítőitalok helyett, ugye az egészségre nevelés kapcsán, és a feladatuk az volt, hogy akik nem ittettek, azokat figyelmeztetniük kellett ennek a fontosságára. Mik a tapasztalatok, hiszen az előbb beszélt a gyerekekkel, mit tapasztaltak? A gyermekek azt tapasztalták, hogy általában a többség betartja ezeket a szabályokat a saját egészsége érdekében. Egy-két esetben azért találkoztunk üdítők fogyasztásával is, de nagyon kevés gyerek volt az, aki. Itt, ahogy elnézünk ebben az osztályban, a másodikos osztályban mindenkinek vizet látunk az asztalán, tehát ők megfogadták, de reméljük, hogy azért nem csak ezen az egy héten isznak vizet. Igen, mi is ebben bízunk, hogy ez máskor is így lesz, és éppen ezért népszerűsítjük annyira ezt a programot évről évre, és a hétköznapokban is, tehát nem csak ezen a néhány napon zajlik ez. Hát akkor reméljük, hogy az időjárás legközelebb kegyes lesz, hiszen most egy részét el kellett halasztani ennek a programnak, de akkor majd azt is meg tudják a későbbiekben tartani. Igen, be szeretnénk pótolni, tehát lettek volna még olyan programok, amik kinti tevékenységek a mai nap folyamán, illetve voltak már olyanok, amelyek kinti tevékenységek a tegnapi nap folyamán. A mai napon levőket majd bepótolgatjuk a gyerekek örömére. De én azt kérem, hogy legyen sikeres ez a program, és akkor folytassák jövőre is, és hát azért a gyerekek ne csak az egy hét alatt, a Happy Hét alatt igyanak ivó vizet. Így van, ezzel vagyunk, törekszünk arra, hogy mindig próbáljanak helyesen inni és étkezni is a gyermekeink. Köszönjük szépen! Nagyon szívesen! Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a technikumban, hiszen most volt a megnyitója katasztrófa védelmi és a Ferencvárosi közös versenynek. Itt mögöttünk zajlik az oktatás, hogy mit kell betartani a diákoknak. Addig beszélgetünk Kovács Szilvia, a polgármester asszonnyal. Itt a megnyitójában elmondta, hogy milyen fontos, hogy megmaradjanak ezek az itt megtanult ismeretek saját példáján. Említett erre. Így van, nagyon fontos, hogy mindenki egy-egy vészhelyzetben tudja megőrizni az önuralmát, tudja megőrizni a hidegvérét, tudjon értesíteni, tudja, kihez kell fordulni, és hogyha szükséges, akkor az első segélynyújtásban a legfontosabb tennivalókat tudja megtenni. Én úgy gondolom, hogy ennek a versenynek itt van a nagy jelentősége, a gyerekeknek a figyelmét erre fölhívni. Én úgy gondolom, hogy emellett fontos lenne a felnőtt lakosságot is úgymond gondba venni, hiszen tényleg az elmúlt évek során, illetve az évek során mindenkinek a tudása, az ezirányú ismeretei bizony elszürkülnek, megkopnak, és szinte a teljes feledés homályába merülnek, ha ezeket nem elevenítjük föl. Én úgy gondolom, hogy nagyobb figyelemfelhívásra lenne szükség, ha balesetet lát az ember, akkor álljon meg és hívjon segítséget. Nem telik el úgy nap, hogy minden úton ne lenne egy-egy baleset, sajnos. A statisztikák, a történések ezt mutatják. Éppen ezért nagyon fontos, hogy mindenki legalább alapvető ismeretek birtokában legyen, és ha megnézzük a felnőtt lakot, én úgy gondolom, hogy a nagy százalékának ez sajnos nincs meg. Sajnos még az sincs meg, hogy az igénye arra vezesse az illetőt, hogy megálljon egy baleset láttán, értesítéssel legyen tűzoltó, mentő bárki felé. Az emberek meggondolatlanul, felelőtlenül, nem törődöm módon hajtanak tovább, sokszor a intézkedő mentőket, tűzoltókat munkáikban akadályozva. Én úgy gondolom, hogy ezt nem érdemli meg senki sem, hiszen bármikor kerülhetünk úgymond a másik oldalra, bármikor történhet velünk baleset, rosszul lét az úton bármilyen probléma, és én úgy gondolom, hogy embertársi kötelességünk ezeknek a kívánalmaknak eleget tenni.
az itt versenyző diákok biztos nem ilyenek lesznek, hanem akkor ők tényleg segíteni fognak. Én bízom benne, hiszen nem a számítógép mellett ülnek, nem fociznak, nem egyébben, hanem ezzel foglalkoznak, és már ez egy dicsérendő tény és dolog, és én kívánom, hogy ezt ne őrizzék és meg majd felnőtt korukra is, legyenek felelős emberek, és majd ezt a felelős érzetet, tudatot adják majd át saját gyerekeiknek is, de azt kívánom elsősorban, hogy ezt az ismeretet, amit most megszereztek, minél kevesebbet kelljen használniuk, és minél kevesebb balesetet kelljen átélniük, hiszen ez egy nagy trauma az ember életében. Mi is csak ezt tudjuk nekik kívánni. Köszönjük szépen. Én is köszönöm szépen. Honnan állsz, hogy ezzel a sorral beszélgetünk, mi mellettünk a gyerekek látják el a sérülteket. Ez közös verseny a Vörös Kereszttel és a Katasztrófa Védelem szervezésében. Hány csapat érkezett és honnan? Így van, 3 éve közösen szervezzük a Vörös Kereszttel. Az idei versenyre 12 csapat nevezett, 7 általános iskolás és 5 középiskolás csapat, több településről, Karcagról, Kisújszállásról, Kenderestről, Tiszafüredről, Nagyivánból vannak csapatok. És hát úgy állították össze, hogy kint lesz, de sajnos az eső közbe szólt, tehát itt most gyorsan át kellett szervezni a feladatokat, de milyen jellegű feladatokat kell végrehajtani? Igen, úgy gondoltuk, hogy kétféle forgatókönyvet csinálunk, eső és nem eső esetén, hát most az esős nap jött be. Van 10 feladat, amiből 4 elsősegélynyújtó, gyakorlati feladat, 2 teszt feladat, 1 elsősegélynyújtó és 1 katasztrófavédelmi, többi pedig különböző katasztrófavédelmi feladatok, tűzoltós, polgári védelmi feladatok, gyakorlatiak végén. Itt látjuk azért, hogy a Vörös Kereszttel feladatok első segélynyújtásról szólnak, de mit kell tudnak katasztrófavédelmi állomásokon? Elméleti és gyakorlati feladatok vannak katasztrófavédelmi, ott különböző szakterületi feladatok, van árvízvédekezés, van polgári védelmi feladat, van tűzoltós feladat, van iparbiztonsági veszélyes anyaggal kapcsolatos feladat. Akkor egy kicsit nevesítsük, hiszen homokzsákot töltenek, meg ilyen hasonló feladatok van. Így van, tehát az árvízvédekezés az ugye a különböző védekezési technikák, homokzsákokból nyúlgát építés, illetve kell némi elméleti egyéb védekezési ismeretek. Az iparbiztonság az a veszélyes anyagokkal kapcsolatos, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetek, az azonosítás. A polgári védelem az a polgári védelmi veszélyeztetettség, illetve a túlélő csomag, kapcsolatos ismereteket. A tűzoltós feladat pedig hát a tömlő gurítással, a mentőkötél fűzéssel kapcsolatos gyakorlati feladatokat jelenti. Aki ma itt a legjobban szerepel, az tovább jut a szolnoki megmérettetése, ha jól tudom. Így van, 2 korcsoportban versenyeznek, általános iskolás, illetve középiskolás korcsoportban. A katasztrófavédelmi versenyről is egy-egy csapat, a 2 győztes csapat tovább jut a megyei versenyre, ami a jövő héten 12-én fog megtörténni, illetve az első segélynyújtó versenyből is egy-egy csapat tovább jut az első segélynyújtós területi versenyükre, az már nem közös rendezés lesz, hát azok külön versenyek lesznek. Hát akkor reméljük, hogy mindenki bírja a vérlátványát, hiszen itt azért mondjuk el, hogy nem igazi vérről van szó, és azt is reméljük, hogy utána tudják alkalmazni a megtanultakat is. Így van, hát soha ne legyen szükség az itt megtanult, meg a versenyfelkészülés kapcsán megtanult dolgokra, de ha egyszer az életben szükség lesz rá, és ezzel meg tudja menteni egy társad életét, testi épségét, akkor már azt gondolom megérte ez a felkészülés. Én is így gondolom, köszönjük szépen. Köszönöm szépen én is. Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk az Ifjúsági Házban, és hamarosan kezdődik egy érdekes előadás. Világjárók az Ifjúsági Házban sorozat keretében Nuri F. Timur izlandi úti élményeiről fog egy nagyon szép előadást tartani. Nagyon sokan sportolóként emlékeznek önre. Régen találkoztunk már mi is Karcagon. Merre sodorta az élet? Köszöntök én is mindenkit. Ez igaz, annak idején serdülőkoromban sportoltam, duatlonoztam és triatlonoztam. Mindenki arról ismert igazából, hogy az utcán futok vagy kerékpározok. De az idők során elkezdett érdekelni a fényképezés, illetve javítok magamon, gyerekkoromban is érdekelt a fényképezés, viszont akkor minden energiámat a sportra fektettem. Itt akkor beszéljünk azokról a szép eredményekről, amelyek ide kötik a városhoz, és Szepesi Tibor segítségével azért nagyon sok olyan versenyen vehetett részt, amely nem csak országos, hanem nemzetközi verseny is volt. Melyek a legnagyobb eredmények, amelyekre ma is büszke? A legnagyobb eredmények, itt említeném
talán az Európa-bajnokságokat. 4 Európa-bajnokságon vettem részt, 3 Európa-bajnokságról sikerült érmet szereznünk. 2 Európa-bajnoki érmem az csapatban szereztem, illetve egy bronzérmet 2005-ben Debrecenben egyéniben. Adódik a kérdés, hogy akkor miért nem sportolóként látjuk? Sajnos történt a sportkarrieremben egy olyan dolog, ami miatt úgy döntöttem, hogy abba hagyom, és igazából erre most nem szeretnék kitérni, hogy miért is hagytam abba. Tehát akkor az élet úgy hozta, hogy az emberek el kell gondolkozni egy ilyen sérülés után, hogy hogyan tovább, és akkor így rögtön jött a fényképészet iránti szeretet. Igazából fényképezni gyerekkoromban kezdtem, ami nem takart igazából semmi komoly dolgot. Tehát csak kimentem a keskerítóhoz, vagy ide a városba, és akkor képeket csinálgattam. És később, mikor abba hagytam a sportot, tehát akkor volt egy hiányérzetem, hogy én nem nagyon az az ember vagyok, hogy elmegyek dolgozni, befejezem a munkát, hazamegyek, tévét nézek, és utána alszok, és az újabb nap kezdődik megint előről. És ekkor elkezdett komolyabban érdekelni a fényképezés. És talán mondhatom azt is, hogy a fényképezés mára olyanná vált, mint annak idején a sport volt. Akkor ez már szenvedély, de hogyan is került Londonba, hiszen Karcagról Londonba vezetett az út? Hát igazából van egy kis húgom, a René, ő kint élt már egy éve Londonba, és fellopta a kérdés, hogy nem mennék ki. Én meg gondoltam, lesz, ami lesz, hát megpróbálom, és kimentem. És ott elkezdtem az új életem, és azt nem mondom, hogy mai napig ott élek, mert most jelenleg utazgatom, de mindig visszatérek Londonba. Tehát akkor az lett egy stabil pont a testvére mellett. Akkor beszéljünk egy picit erről az izlandi élményekről. Egyáltalán honnan jött ez az ötlet, vagy ez most valami régi vágy volt? Izland, hát Izland. Én mindenkinek azt mondom, hogy Izland az fényképészek számára, tehát aki természetet fényképez, fényképészek számára az olyan, mint szerencsejátékosoknak Las Vegas. Tehát a világon egy egyedülálló hely, egyedülálló sziget, ami talán mondhatjuk azt, hogy nincsen máshol. És készültem én erre nagyon-nagyon sokáig, és végre eljött a nap, hogy Izlandra kerüljek. És ezt hogy kell elképzelni, hogy felül az ember a repülőre Londonba, leszáll Izlandon, és akkor elindul bakancsos turistaként, vagy tervezetten, tehát mennyire spontán volt ez az út? Tehát azt nem mondanám, hogy turistaként, tehát én tervezgettem ezt az utat nagyon régóta, és próbáltam olyan helyeket találni a szigeten, amik nem turista látványosságok. Itt elmondanám azt ehhez, hogy miért kerestem ilyen helyeket. Azért kerestem ilyen helyeket, mert a turista látványosságokról körülbelül 1 millió meg egy kép készül minden nap. És az ilyen képek manapság nem keltik fel az emberek érdeklődését. Mi beszélgettünk előtte már, én tudom, hogy azért vannak ebben olyan attrakciók is, ami egy-egy képért megtörténik, hogy szikláról lelógás, meg egyebek. Tehát hol van a határ, mennyire feszegeti a határait egy-egy képért? Hát hol van a határ? Talán azt mondanám, hogy a határ a csillagoség. Tehát én úgy gondolom, hogy mindig is olyan voltam, tehát az életem során, amikor ugye sportoltam akkor is, hogy feszegettem a határaimat. Tehát a legnagyobb verseny, amit megvívunk, az a magunkkal történő verseny. Ez a legnagyobb verseny, és fontos, hogy tudjuk, hogy mik a saját határaink. És még azt említeném, hogy ahhoz, hogy különleges képek készüljenek, nagyon sokszor ki kell lépnünk a komfortzónánkból.
mert az, ezekben a napokban mindenki meg tudja tenni azt, hogy vesz egy fényképezőgépet, és mindenki fényképez. Mindenki mindent lefényképez. Viszont, hogyha valaki ezt a pályát választja, akkor olyan képeket kell csinálni, amik az embereket megragadják. És mi volt ez a legnagyobb élmény akkor itt Izlandon? Ez a szikláról lelógás, vagy esetleg valami gleccser, vagy folyó? Tehát mi volt ez, ami egy alföldi gyerkőcnek a szemét megragadja fotósként? Tehát először is, mikor oda kerültem Izlandra, hát nagyon sok képet nézegettem előttem Izlandról, meg nagyon sok videókat, tehát tájékozódtam. Viszont amikor oda kerültem, akkor gyakorlatilag azt se tudtam, merre nézzek. Tehát minden csodálatosan szép volt. A vízesések, a gleccserek, a hegyek, még a tengerpart is. És itt... Ez a bőség zavara? Hát talán mondhatjuk így is. És ilyenkor nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy a túl sok minden, a tömény szépség ne vegye el a figyelmünket. Tehát, hogy azokra a pontokra, illetve részletekre fókuszáljunk, amit korábban már megterveztünk. Hát ez sikerült, hiszen majd a képekből ez kiderül, de mi a következő állomás, hiszen gondolom, hogy azért vannak még tervek. A következő állomás most a következő hónapban Franciaországba, illetve Olaszországba fogok fényképezni az Alpokban, és Izland igazából egy első megállója a projektemnek, ez egy személyes projekt, amit fényképezek. Az északi sarkör mentén szeretnék utazni és fényképezni. Játszunk el a gondolattal, mondjuk 5 év múlva melyik magazinban lesznek ezek a fotók? Fú, ezt igazából nem. Hát gondolom, hogy ez a cél azért. Hát célok természetesen mindig vannak, tehát vannak céljaim, de leginkább szeretetből, meg szenvedélyből csinálom. Tehát én úgy gondolok ezekre a dolgokra, hogy tehát próbálom magamból a legjobbat kihozni, de hogyha nem érek el egy olyan szintet, amit én szeretnék, tehát akkor is boldog ember leszek, mert imádom ezeket a kalandokat. És azért beszéljünk egy picit a családról, hiszen azért azt gondolom, hogy a szülők nem olyan könnyen engedték el, hiszen a Hugica után elment ön is, tehát milyen sűrűn tud hazajönni? Hát a szülők, tehát ők nyilván szülők, és mindig is aggódni fognak a gyermekeikért. Eleinte sokkal jobban aggódtak, most már ez az aggodalom egy kicsit visszább taszult. Hát gondolom, hogy ehhez az is hozzájárult, hogy az a 9 év, meg a harmadik X után, hiszen azért azt elárulhatjuk, hogy már 31. éves, tehát azért nem megy bele olyan kalandokba, ami veszélyezteti az életét. Igazából még mondhatjuk azt is, hogy belemegyek olyan kalandokba, de ezt a szüleimnek természetesen előtte nem mondom. Tehát utána, mikor hazatérek, akkor mindig beszámolok ezekről a dolgokról, és akkor előfordul, hogy fogják a fejüket, de szerintem úgy gondolják, hogy van annyi élettapasztalatom, illetve vagyok annyira megfontolt, hogy vigyázok magamra, amennyire csak lehet. Akkor remélem, hogy mondjuk egy év múlva, fél év múlva egy újabb élménybeszámolót hallhatunk öntől, és én azt kívánom, hogy sikerüljön megvalósítani ezeket a célokat. Én is remélem, és nagyon szépen köszönöm. Én is köszönjük szépen. Köszöntöm nézőinket a Déli Nők Kulturális Központban Gulyás Ferencnével, a Madarászínű Egyesített Óvoda vezetőjével beszélgetünk, gyönyörű kiállított tárgyak között, hiszen a pedagógiai napok már elkezdődtek a múlt héten, és ennek a állomása a mai kiállítás megnyitó. De mi is ez pontosan?
szeretettel köszöntöm én is Önöket. A mai nap a Jászd újra kreatív alkotó kiállítás megnyitójára kerül sor. Ezt tulajdonképpen az újrahasznosítás jegyében kezdtük el megszervezni 6 évvel ezelőtt. Szülőkkel, óvonénikkel, gyerekekkel közösen olyan játékeszközöket készítünk, amelyek már olyan anyagokból készültek, amelyekre igazándiból azt hiszük, hogy már semmire sem valók, hulladékba mennek. De ezek nem mennek, hanem újrahasznosítjuk, és különböző játékeszközök, alkotások, dísztárgyak készültek itt a mai napra sok-sok ötlettel. De ezek nem csak egy napra készülnek, hiszen azért az óvodában folyamatosan készülnek ilyenek, de tényleg érdemes végignézni, hiszen nagyon jó ötleteket lehet hazavinni innen. A mai napra összegyűjtöttük, illetve egy felhívást tettünk közzé néhány héttel ezelőtt, hogy az óvodákból, a családokból kerüljenek be azok az eszközök, amelyek újrahasznosított anyagokból készültek. Ezek valóban nem csak egy alkalomra készülnek, hiszen az óvodákban különböző projektekhez készítünk eszköztárakat, fejlesztő játékokat egy-egy témakörhöz. Otthon pedig a szülőkkel közösen készítettek a mai napra a gyerekek. Hát a legkülönbözőbb hangszerektől, társasjátékokig, a társasjátékokban megjelentek a memória játékok, a malomjáték, láttam itt csocsót, minden nagyon sok ötlet gazdagítja itt a mai kiállításunkat, és ezekből ötletet merítenek a kiállításra érkezők, illetve a kiállítást meglátogatók. Ötletet merítenek, hazaviszik ezeket, újra készíthetik, illetve a meglévő eszközökkel pedig a játékot folytathatják, nem csak itt a mai napon, hanem majd később az óvodákba, illetve otthoni környezetben. Igen, tehát mi az előbb végignéztük a kiállítást, én nagyon sok mindent el tudnék kézdeni, olyan ötletes órák vannak itt, tehát ilyen tényleg nagyon szépek, és a legegyszerűbb dolgokból, amit tényleg kidobna az ember, olyan kreatívak voltak itt a szülők a gyerekekkel közösen, hogy autótól kezdve itt minden van, a húsvét persze most az következik, nagyon sok húsvéttel kapcsolatos dolog van, de azért van más ünnephez kötődő játék is. Megpróbáljuk egy picit a szemléletet formálni ezzel a kiállítás megszervezésével, hiszen ahogyan mondtam, ezt megelőzi egy több hetes időszak, amíg erre készülünk. És ez alatt az időszak alatt a szemléletformálásban megjelenik a takarékosság, megjelenik, ahogyan említettem, az újrahasznosítás, és olyan eszközök vannak itt, ami pénz nélkül elkészíthető. Ehhez csak egy kis idő kell, egy kis együtt töltött lét a gyerekekkel, a felnőttekkel, hiszen sok esetben azért kell a felnőtt segítsége hozzá, mert a gyerekeknek szárnyal a kreativitása, az ötletgazdagságuk, az hatalmas, és ezeket együtt tudjuk megvalósítani, hiszen hogy hogyan is illeszthetők azok össze, hogyan ragasztható egymáshoz, mi az, ami festéket a gyerekek kezébe adunk, milyen eszközökkel készülnek el ezek a játékok, ehhez azért szükséges a felnőtt segítsége is, de azt hiszem, hogy a gyerek és felnőtt közös tevékenységénél nagyobb örömet és időtöltést el sem lehet képzelni a családokban. Igen, és itt az előbb már jöttek be óvisok, és szaladtak oda a saját maguk készítette dologhoz, és mutatták társaiknak, tehát azt hiszem, hogy ez az öröm, utána azért őket is arra sarkalja, hogy esetleg ne dobják ki legközelebb sem azt a PET palackot, mert lehet, hogy abból megint készül valami. Igen, ezzel próbáljuk erre irányítani a figyelmet, a gyermekekét is, a felnőttekét is, hiszen az óvodában nagyon sokszor bekerülnek olyan hulladéknak szánt dolgok, amelyekre otthon azt gondoljuk már, hogy ez már nem való semmire, de ezek a kis flakonok, kis dobozok, tojástartók, ezeket itt újra varázsoljuk a gyerekekkel, és most ezt a legtöbb, ami nagyon nagy öröm számunkra, hogy ezeknek az eszközöknek a legtöbbje otthon készült a szülők és gyerekek együttes tevékenysége által. Akkor reméljük, hogy jövőre is lesz hasonló kiállítás, és nagyon sok új dolgot láthatunk majd akkor is. Köszönjük szépen az érdeklődést, én bízom benne, hogy ezek az ötletek újabb kreativitásra inspirálják majd a családokat, és én is szeretném megköszönni ezen az alkalmon is a szülőknek azt, hogy az elmúlt hetekben nagyon sok időt áldoztak arra, hogy ez a kiállítás a mai napon 6. alkalommal megszervezésre kerülhetett intézményünkben.
Kedves nézőink, Háttér című magazin műsorunk következik. Mai vendégünk Molnár Ferenc Karaul, a Talpasi Jászkör képviseletében, akivel a május 1-i Kötöny népei feszítő viadalról beszélgetünk, amelyet immár negyedik alkalommal fognak megrendezni az idén. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Molnár Ferenc Karaul, a Kötöny népe Jászkör képviseletében. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm, és a meghívás, üdvözlöm a nézőket. Készülünk ugye május 1-ére a majálisra, és azért hívtuk ön ma meg egy stúdióinterjúra, mert önök is az Jászkörrel készülnek egy nagyon nagy rendezvényre. Mi is lesz az egészen pontosan, és milyennek a hagyománya, hová nyúlik vissza? Így van, ez már a negyedik alkalommal megrendező Kötöny népe nagykuni feszítő viadal lesz. Tényleg hagyományt sikerült belőle teremteni. A nagykori ünnephez kapcsolódik egyébként. 4 évvel ezelőtt indítottuk ezt a sorozatot, és szép lassan fejlődve, mind létszámilag, mind programilag elérkeztünk a negyedik állomáshoz. A helyszín az ugyanaz lesz, kint az erdei futópálya új része. Ezen nem változtattunk. Ez egy nagyon jó pálya, szeretik a versenyzők is, erdős, ligetes rész, ha meleg van, hűvös van, ha szél van, ha eső van, szintén védenek a fák lombjai, szeretettel járnak ide hozzánk. A megnyitó az 10 órakor lesz, hát mikorán kezdünk tulajdonképpen, és a rendezvényünket megtiszteli Kovács Sándor úr, Jásznagykun Szolnok megyei közgyűlés elnöke, aki hivatalosan is megnyitja majd a rendezvényünket. Szerveztünk ki büfét, hogy legyen minden kint, főzünk a versenyzőknek, hiszen ebéd után csillapítani kell az éjséget valamivel. Mi lesz a menü? Kubai Kft. Idén is felajánlotta, hogy főz a versenyzőinknek. Tavaly egy szirke marha pörkölt volt, rájuk bíztuk, hogy gulyás volt a menü, meglátjuk, hogy idén mi lesz. Néhány barátunk, aki kézműves, szintén elhozza a termékeit, meg lehet tőlük vásárolni esetleg hagyományőrző viseletet készítő hagyományőrző, illetve bőrtiszműves barátunk. Épp most néztem egyébként, ahogy feljöttem a nevezési listát, hogy hogy állunk. Jelenleg 198 főnél tart a nevezési lista. Csütörtök estig van a hivatalos nevezés, de péntekig fogadjuk még a nevezőket, úgyhogy szerintem, mire innen kilépek, a 200-at is átlépjük. Tavaly is már 205 nevezőnk volt, előnevezőnk volt. Az első év 95 létszámához képest, úgy gondolom, hogy ez szép előrelépés. Ebből látszik, hogy több mint duplájára fejlődött. Szeretik a versenyt, de megszerették, megszokták, és járnak most már hozzánk vissza. Hogyan hírelik meg ezt a rendezvényt, hogy hát ilyen nagy az érdeklődés iránta? Igazából a közösségi honlap, ugye a közös barátunk, a Face, ami megy az információ, illetve a helyi médiában, amit tudunk, megteszünk, meg hát szájról szájra is tulajdonképpen száll ez a dolog. Úgy gondolom, hogy akit maga az íjászat érdekel, az megtalál bennünket. Ez így volt tavaly is, nagyon sokan kilátogattak. Attól függetlenül, hogy a rendezvény, nagy rendezvénytől mi most külön kint voltunk. Nagyon sokan kijöttek, ez idén is így lesz, reméljük. Idén is biztosítjuk a nézők, kilátogató nézők számára, hogy nyugodtan körbe mehetnek, hiszen a pályát úgy rendezzük be, hogy biztonságos legyen, ez az elsődleges szempont. És a futópályán ugyanúgy körbe lehet sétálni, mintha nem lenne ott senki, és meg lehet nézni az íjászokat, a lövéseket, tehetnek egy kis időutazást, akik kilátogatnak ide, és biztosítunk számukra egy gyakorlóhelyet is, tehát ki is lehet próbálni, ha gyerkőccel, vagy bárkivel, vagy ő maga szeretné kipróbálni, erre is lesz lehetősége. A célok számát is megemeltük egyébként pontosan ezért, hogy ez a nagy létszámot jobban szét tudjuk osztani. És akkor milyen célokat alkalmaznak például, mit lehet erről tudni? Gondolom ez is látványos azért. Van ennek szabálya egyébként, vagy leíratlan szabálya, itt a leírt szabálya is a Magyar Íjász Szövetség által. Lenni kell 3 típusnak, mind a 3 típus van, fix lőlapos célok vannak, illetve különböző alakos célok, amik lehetnek akár 3D-sek, ami teljesen megformázza egy élő állat alakján, műanyagból természetesen, vagy csak egy 2D-s, egy polifomból kivágott alak. És vannak a kihívások, az izgő, mozgó, lengő, billegő célok, amiket nagy kihívás eltalálni. Mi előszeretettel alkalmazzuk ezt, hogy tényleg meglegyen az a 6-7 darab.
és ettől is egy különleges ez a verseny, nem mindenütt alkalmazzák, tehát mind saját készítés az a cél, tehát nem is mindenütt tudják alkalmazni. Akkor gondolom már régóta készülnek azért erre a versenyre. Ez egy nagy rendezvény. Ez ugye egy nagy rendezvény, és nekünk csapatában. Legalábbis az életünkben, az egész éves életünkben mindig ez a legnagyobb rendezvényünk. Idén még plusz készülünk egy meglepetéssel az íjászoknak. A keleti gyepű vezére segítségével szintén teszünk egy kis időutazást, akik ma a hivatásukat, az elhivatottságukat, a 9.-10. századi hadiványok éltetése irányába tették meg. Azt idézzük fel, hogy hogyan történt a 9.-10. században, a megnyitóhoz kapcsolódóan természetesen, két vezér találkozása. Hogyan törtek kenyeret, hogyan itták a közös első a bort a béke jeleként. Mind a két vezérnek kísérete van, tehát ez egy nagyon szép szertartás, 10-15 perc az egész. A gyepűhoz tartozó íjászoknak már az ismerős dolog, hiszen az gyepűs versenyeken ezt alkalmazzák, de az itt látogató 200 íjászból 150-160-180 biztos nem gyepűtek, tehát nekik ez új lesz, nekik tudunk ezzel újat mutatni. A végén pedig egy közös nyílzáporral zárjuk le az egészet, amikor 200-200-valahány nyílvesző... Ez mindig látványos, amikor ezt alkalmazzák. Most a lóger fel, a nagy zöld terület fel nyugodtan lőhetünk, hiszen ott most nem lesz semmi, senki. Úgyhogy ez a terv. A végén természetesen még lesz egy csapati íjászvárva, ezt nagyon szeretik a versenyzők. A Kunszövetség külön vándordíja most már harmadik éve. Tervezünk egy úgynevezett távlövést is tulajdonképpen, ami egy külön versengés megint, és mindezeknek köszönhetően, ez a támogatóinknak köszönhetően a Gabo Optika, SMKRT, Kanász Nagy Optikának elég értékes és különleges díjakat tudunk átadni az itt látogató versenyzőknek, helyezetteknek, akár külön díjként, akár az eredményeik eléréseként. Mi a tapasztalat, honnan érkeznek általában a versenyzők? Ugye van Karcagon egy kemény mag, így lehet van. Így nevezni, egy csapat. Meddig megy el a hír ennek a rendezvénynek? Hát, megmondom őszintén, hogy elég széles a skála. Tehát mondhat így, hogy több száz kilométer, ez így nagy dolognak tűnik, de valóban 130-150 kilométerről is jönnek. Tehát úgy mondom, hogy egészen Miskolc, Sárospatak-tól, Békés Csaba, Gyula, Gyomaendrőd, Szeged, és már két éve úgymond nemzetközi is a versenyünk, hiszen Nagyváradról és Marosvásárhelyről is érkeztek már versenyzők. Ez idén is így van, mert az előnevezettek között egy nagyváradi illetőségű ilyeszt már láttam, tehát még külföldről is érkeztek hozzánk már. Hogyan szoktak szerepelni a karcagiak? A karcagiak célőrként szerepelnek, tehát ez egy ilyen fix dolog nálunk. Nem lövünk mi felnőtt íjászok, a gyerekek versenyezhetnek, ők versenyben vannak természetesen, de nekünk megvan az a feladatunk, hogy minden célnál áll egy célőr, és őnek az a feladata, hogy irányítsa, segítse a csapatokat a beíráskor, illetve a célok elmagyarázásában. Hogy mi itt úgy gondoljuk, hogy ez nem egészen tisztességes, hogy a saját pályánkon, úgymond helyzeti előnyben léve versenyezünk. Tehát, ugye minden hónapban, ha nem is minden hónapban, de bizonyos időközönként kapunk Önöktől beszámolót, hogy hogyan is szerepeltek a karcagi íjászok az ország különböző területein, különböző versenyeken, hogy szoktak általában szerepelni? Tehát ha itt ugye nem mérettetik meg magukat, akkor máshol, nem hazai pályán, igen. Tulajdonképpen ugyanez a helyzet velünk is, mi is ugyanúgy elmegyünk több száz kilométert időzőben egy versenyen, legutóbb Mugiban voltunk, illetve nem is emlékszem pontosan előtte hol, de már 3-4 versenyen túl vagyunk, Sápon is voltunk, az mondjuk közelebb van. Elsősorban a fiataljaink szerepelnek nagyon jól, nagyon tehetségesek, de a felnőttek közül is oda-oda érnek, akár a tiszteletre méltó, vagy akár a felnőtt kategóriában is, most már a dobogóra is évek óta a versenyzőink, úgyhogy ezekre büszkék is vagyunk. Én csináltam egy összesítést az évadzáró közgyűlésünkre, és ha jól emlékszem, 96 érem jött össze a tavalyi évben, tehát azért az óriási szám, és ennek a kétharmad része aranyérem volt.
mondhatja, kétharmad részét a fiatalok is hozták, de hát ővék a jövő, tehát ez természetes dolog, úgyhogy ezzel nincs is gond. Gratulálunk az eredményekhez, és akkor még egyszer mondjuk el a kedves nézőknek, hogy hanyadikán, egészen pontosan hova, hány órától várják az érdeklődőket a rendezvényükre. A rendezvény május 1-én lesz, tehát kint az erdei futópálya új részén, a Lógerfeld részén. 10 órakor lesz a megnyitó, hamarabb is ki lehet jönni. Ami még esetleg információ, bár ez nem a széles közönségnek szól, de előző este mi egy ilyen bensőséges szertűzzel készülünk arra, hogy ősi szellemek áldását kérjük a másnapi versenyre. Akit érdekel ez a dolog, ott is, az is oda is kilátogathat, ez a naplementekor fog megtörténni. De maga a verseny az másnap 10 órakor a erdei futópályán. Sok sikert, köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk. Mi is köszönjük. Kedves nézőim, már megköszönöm figyelmüket. Kedves nézőink, mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, munkatársaim nevében is hívjanak bennünket, vagy írjanak nekünk bátran, ötleteikkel, javaslataikkal keressenek bennünket a megszokott csatornákon. Maradjanak velünk, mert egy rövid reklám után folytatódik adásunk, a jövő héten visszavárjuk Önöket a képernyők elé, addig is a viszontlátásra mindenkinek.